Nézzük meg akkor, hogy hogyan jelenik meg a büszkeség, illetve a lázadás Kain történetében, és mi az, amit ki tudunk deríteni a saját hasznunkra ebből az egészből. Újra, mint a múltkor is, el fogjuk olvasni Jehuda vagy Júdás levelének egy részét, mert ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy teljesen megértsük azt, hogy mi is az, ami a probléma volt Kainnal, ugyanis ez egyáltalán nem egy egyszerű történet. De nézzük! Ez Jehuda vagy Júdás első, azaz egyetlen fejezete is a hármas verstől így szól. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy íntőleg írjak nektek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek vagy a kadusimnak adatot. Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre, gonoszok, kik a mi Elohimünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Adonájt, vagy Adont, Elohimet, és Adonájt Jehusa Hamásiákot megtagadják. Akikről beszél, azok tulajdonképpen mindenki, aki azt állítja, hogy a Tora már nincsen érvényben. Sajnálatos persze, hogy mindig idejük adunk vissza, de ez a gondolkodásmód ma a katolikus egyház vezetésével a kereszténységben nyilvánul meg. Akik a kegyelmet bujálkodásra használják fel, nem feltétlenül szó szerint, de aszegéja, erkölcstelenség, feslettség vagy romlottság, féktelenség vagy pedig szemérmetlenség. Ezt jelenti a szó aszegéja, az a bujálkodás, amiről beszél Jehuda vagy Júdás, hiszen azt, hogy amikor arról beszélnek, hogy kegyelem alatt vagyunk, és a törvény már nem létezik, ezt a kegyelmet így ez által rosszra használják fel, hiszen erről nincs szó, hogy a Tora nem létezne, akár melyik része is, hanem arról van szó, hogy van egy idő, illetve tér arra, hogy az ember megváltozzon, megtérjen, és jóvá tegye azokat a dolgokat, amelyeket elrontott, illetve hogyha tudatlanságában vagy gyengeségében bűnt követel, akkor egyfajta türelmi idő áll rendelkezésünkre. De ez nem azt jelenti, hogy a Torának bármelyik része is ne lenne érvényben. Azt gondolom nyilvánvaló, hogy az áldozati dolgokról nincsen szó már. Az Dániel egyértelművé teszi, szerintem, Dániel 9. fejezet 25-27, ha jól emlékszem. 25-26 valahogy. De nézzük tovább. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer tudjátok, hogy Adonai, Jehova, amikor a népet Egyiptom földéből kiszabadította, viszont azokat, akik nem hittek, elvesztette. Nagyon fontos, hogy mindenki megértse azt, hogy a hit volt a probléma, akkor is. Erről is volt szó már a Hitről című sorozatban. Szerintem nagyszerűen érthető, hogy mi is a hit. Akik nem hittek, azok, akik elvesztek. Mindenki. De aki nem hisz, az nem is cselekszi azt, amit Jahua mond. Így ez a hit cselekedetekben nyilvánul meg. És az angyalokat is, a malakim, akik nem tartották meg fejedelemségüket, arché, úgy, mint az ő élette, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, arché egyébként a szó maga kezdetet jelent, vagy eredetet, akik nem tartották meg az ő hatalmukat, hanem elhagyták lakóhelyüket, oiketerion, úgy, mint lakóhely, szállás, vagy pedig szoba, élettér, a nagy napi ítéletére örök bilincseken sötétségben tartotta. Miképpen Szodoma és Gomora, és a körültök levő városok, melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak. Ez egy másik szó, amit használ itt, az előző, ugye amikor azt mondta, hogy bujálkodásra, ez aszegéja, ez egy általános erkölcstelenség, féktelenség, amiről beszél.
Szodoma és Gomorra esetében azonban ez ekporneo, paráználkodni fizikai vagy szellemi értelemben, kélyelegni, kicsapongani, züllött életet élni, bujálkodni, ez az, amiről beszél. És más test után jártak, ez természetesen a homoszexuális kapcsolatokra utal, ami ott folyt, például vannak előttünk örök tűznek büntetését szenvedve. Hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén a testet megfertőztetik, visszautal most már azokra az emberekre, akik terjesztik ezt a törvénytelen életformát, aminek az Istene sajnos Jézus Krisztus. Hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, a méltóságokat káromolják. Megfertőztetik a testet, nem tisztelik Jahuát, az ő hatalmasságát, ez a kyriotész, uralom, hatalom, egyébként maga a szó kyriosz, úr, amit használ a brit hadasá, a megújult szövetség, ez idézőjelbe téve Isten vagy Jézus megnevezése. Ezt mondja, hogy a hatalmasságot megvetik magát, Jahuát, az atyát, illetve az ő szavát, Jahusa Hamásiákot megvetik az ő viselkedésükkel. A méltóságot káromolják, mindent, ami az embernél magasabb rendű, azokat pedig becsmérlik. Ez doxá egyébként dicsőség, amit itt használ. Hírnév, tekintély, ez lehet Jahua, de bármi más, ami a spirituális birodalomban van. És egyébként ez blasfemeo, úgy mint gyalázni Elohimet, akár szóban, akár pedig a tetteikkel. Az, aki nem a Tora szerint életet választja, az mindebbe a kategóriába tartozik. Egyetlen módon tudja az ember kifejezni a tiszteletét, az pedig az, hogyha alázattal és engedelmesen követi azt, amit Jahova meghatározott az ő szavával. Nézzük, hogy mi az, amit tovább. Pedig Mikhail, arkangyal, mikor Satánnal vitatkozva Mosé teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, míg Mikhail sem mert Satánra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, hogy dorgáljon meg téged Jahua. Epitimao, szóljon rád, figyelmeztet, dorgál, megfed, majd téged Jahua, nem pedig ő. Tehát láthatjuk azt, hogy a spirituális birodalomban is vannak szabályok, sőt, ott ugyanúgy érvényesek azok, amik itt érvényesek, meg feltételezem, hogy vannak külön szabályok, hiszen gondolom, hogy az az élet azért másképp működik, mint az, amit mi élünk, de mindenhol van Tora, úgy, mint útmutatás, vagy tanítás, vagy instrukciók, és mindenki, aki Jahua gyermeke, akár spirituálisan, akár fizikálisan, az ennek engedelmeskedik, ezzel mutatja ki, hogy ő Jahua gyermeke. Ez a különbség Mikhail és Satán között. Ez a különbség köztünk, és azok között az emberek között, akik Elohim kegyelmét felhasználják bujálkodásra, úgy, minthogy bűnre. 10-es. Ezek pedig azokat káromolják, ugye az emberek, akikről beszél, amiket nem ismernek, amiket pedig természet szerint ismernek vagy tudnak, mint az oktalan állatok azok által megromolnak. Hiszen beszélnek olyan dolgokról, melyeket nem értenek, azok is, főleg most, akik ugye azt mondják, hogy nincsen Isten, ez egy mese, meg mindenki ismeri ezeket a bolondokat. Ez az egyik része, amit viszont ismernek, azok a dolgok, amik fizikálisak vagy materiálisak, azok megrontják őket, hiszen ők semminek nem engedelmeskednek. Így romlanak meg azok által, amiket ismernek. Jaj nekik, mert Káin útján indultak el, Balám tévegéseivel bérért szakadtak ki, és Kora ellenkezésével vesztek el. Az ember elindul Káin útján, azután folytatja Bálám útján és tévelyeg, és végül Kora
útján éri el a vesztét. Megnéztük a múltkor, hogy mi történt korával, ezúttal pedig meg fogjuk nézni, hogy mi az, ami Kaint elindította ezen az úton. Ugyanis ez a három karakter az, akit itt kiemel, és nem véletlenül. Mindegyik a saját útján szeretett volna eljutni Yahuához, illetve nem is érdekelte, hogy mi az, amit Yahua akar. Már látjuk, hogy Kora mit akart volna, mit szeretett volna, a büszkeség és a lázadás hogyan pusztította el őt, meg fogjuk nézni, hogy ugyanez milyen hatással van Kainra. Nézzük még meg ezt a néhány verszakot. Ezek szennyfoltok a ti szeretett vendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magukat hízlalják, víztelen, szelektől hányt vetett fellegek, elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt, és tőből kiszaggatott fák. Semmi pozitívum nincs ezekben az emberekben, akik egy törvénytelen, Thoran nélküli életet élnek, és azt hirdetik. Nincsen semmi keresnivalója ezeknek az ember életében, azon kívül, hogyha megpróbáljuk velük megértetni, hogy ez az igazi út. Különben ebből semmi jó nem származik, ezek csak kárt okoznak. Tengernek megvadult habjai, a maguk rúdságát tajtékozók, tévelygő csillagok, Aster, úgy mint Eszter, csillag, hullócsillag, meteor, egyetlen egyszer fordul elő ez a kifejezés, úgy mint hogy planetész, Aster, bolygók, tulajdonképpen vándorló csillagok, és az ez a brit hadasában Yahuda vagy Júdás levele. Tévelygő csillagok, kiknek a sötétség homály van fenntartva örökre. Ehhez hasonlatosak azok, akik egy Thoran nélküli törvénytelen életet hirdetnek, és azt élik. Úgyhogy érdemes többször is meggondolni, hogy ki az, akivel az ember közösséget vállal. Mert ez a dolog terjed, hiszen ezt az életet egyszerűbb élni. Ezekről is profétált pedig Hanok, vagy Énok, aki Adámtól fogva a hetedik volt, mondván íve eljött Yahua az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük igaztalanok, gonoszságuknak minden cselekedetéért, melyekkel gonoszkodtak, és minden kemény beszédért, melyet a gonosz bűnösök szóltak ő ellene. Ugye Yahua itt, Yahusha HaMashiach, hiszen ő az, aki vissza fog térni. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, szó, ige, és egyébként reó, úgy mint folyik, ömlik vagy árad, ahogyan a víz vagy az az életet adó forrás, vagy víz, ami a Húsa HaMashiach, az atya szava, az ahogyan árad. Emlékezzetek meg azokról a beszédekről, melyeket Adonai a Húsa HaMashiach apostolai mondottak. Az, amit ők tanítottak, nem az, amit gondol ma a világ arról, hogy ők mit tanítottak, hanem az, amit ők tanítottak, ami le van ideírva, ahogyan ők éltek, arra emlékezzetek vissza. Arra, hogy a sabát napon ők a zsinagógában tanították az embereket arra, hogy mi a Torah, és hogyan kell azt szerint élni hitből és szeretetből. Ez az, amire mindenkinek emlékeznie kellene, nem az, amit ők mondanak. Mert azt mondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, empaiktész, csúfolódó, vagy gúnyolódó ember, az, aki gúnyt űz, vagy kicsúfol, vagy meggyaláz, úgy, amit mindenki ismer. Szerintem, aki járja ezt az utat. Ó, te ezt csinálod még, ez már eltörölte, ez egy büntetés, ez egy átok. Te zsidó lettél. Ezek a dolgok, amiket mindenki ismer. Már kegyelem alatt vagyunk. Már nem kell csinálnunk ezt. Már azt eszünk, amit akarunk. Már minden mindegy. Ezek, akikről beszél. Az utolsó idő ott kezdődött, amikor Yahusha HaMashiach megjelent. Onnantól már az utolsó idők voltak. Akik az ő gonosz kívánságaik szerint járnak. Mindazok, akik azt mondják, hogy nincsen Torah, azokról van szó itt, akik az ő gonosz kívánságaik szerint járnak.
akik a megszentelt dolgok iránt tiszteletlenek. Ezekről van szó itt. Ez jelenti a szó, a szebész. Elohim és a megszentelt dolgok iránt tiszteletlen, szentségtörő, gonosz, bűnös, hitetlen. Ezekről van szó, akik mennek azért, mert az egy egyszerűbb élet, amit ők választottak, az, ahol mindent lehet. Ezek azok, akik külön szakadtak, érzékiek, kikben nincsen Ruach HaKodesh. Azért, mert ők elszakadtak. Apodiorizzo, megoszt, elszakít, vagy külön választ. Szakadást okoz. Ezek az emberek elszakadtak attól, amiket az apostolok tanítottak, ami a Tora volt, a szeretet és a hit által. Ezek az emberek érzékiek, pszichikos, úgy, mint érzéki, természetes ember, kikben nincsen meg a pneuma, vagy a Ruach HaKodesh. Erre figyelmeztet Yehuda a levelében. De hát ezt a múltkor is elolvastuk, most egy kicsit talán közelebb jutottunk ahhoz, hogy mi is az, amit mondani szeretett volna azzal, hogy megemlíti, hogy ez az út, amin ezek az emberek járnak, pontosan az, amin Káin, Balám és Korá elindult, és amelyen megtalálták ugye a vesztüket végül. De még előfordul Káin többször egyébként, úgyhogy nézzük meg, hogy mi az, amit ír Yahukanon az első levelében Káinnal kapcsolatban. Ugye azt mondja, hogy fiacskáim, ez technion, kisgyermek egyébként, és a technon az gyermek, és a technion az ennek a kicsinytő képzős alakja, úgyhogy valójában azt írja, hogy fiacskáim, szó szerint erről beszél. Mint annyi más ember, ugyanúgy, ahogy Yahusha HaMashiach kezdte, amikor Máté 24-ben elmondta, mikor megkérdezték tőle, hogy mi lesz az utolsó időknek a jele, ugyanezt mondta, amit Yahukanon itt a 7-es versben. Piacskáim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként ő, Yahusha HaMashiach, is igaz. De Máté 24-es fejezetben, mikor azt kérdezik, hogy mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Yahusha felelvén mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen benneteket. Ez a legelső dolog, amire figyelmezte. Hogy nehogy valaki eltérítsen benneteket ettől az úttól. Planao ez a hitetni, és az annyit tesz, mint hogy elhitet, eltéveit, elámít, elcsábít, vagy csalogat. Ugyanaz, amiről Yahuda írt az ő levelében, amit most olvastunk, vagy becsap, megcsal, tévejeg, eltévejedik, vagy elhajol. Pontosan úgy, ahogy a plané, tévejegés, ez a szó, amiből ered, tévejegés, eltévejedés, bolyongás, hitetés, csalás, félrevezetés, vagy megtévesztés. Úgy, mint a planéta. Bolygó. Hogy a Föld az egy planéta. Egy csalás, egy félrevezetés, egy megtévesztés. Egy hazugság, hogy a Föld az egy bolygó. A szó maga azt jelenti, hogy hazugság. Ezért hívják úgy. De egyébként a szó, amit itt használja Yahusha HaMashiach, hogy el ne hitessen benneteket valaki, ez planáó, ugyanaz, amit használt Yahuda, mikor azt mondta, hogy ezek azok tévegő csillagok, ez a tévegő, ez planétész, ebből a szóból ered. Bolyongó, bolygó vagy vándorló. Abból, hogy tévelyek, vagy hogy egy csalás, egy hazugság. Ugyanez a kifejezés, amit Yahuda használt itt. Az asztér csillagokra egyébként a csillag maga az kokáb a héberben, 35-56 kokáb, és ez jelenti magát a csillagokat, azokat a spirituális lényeket, amelyeket Yahuwa alkot, amik szintén Yahuwa gyermekei, csak a spirituális birodalomban, és ezek közül a tévelygők hasonlítanak azokhoz az emberekhez, akik a fizikális birodalomban, a fizikális síkon tévelyegnek.
Ez az, amire figyelmezteti a húsa, ha másják, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Ezt mondja itt Jahukanon is a hetes versben. Fiacskáim, senki el ne hitessen benneteket. Aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként ő is igaz. Az igazság tikhájoszüné, igazság, jogosság, méltányosság, ez Jahua szava. A Tora bővebben. Aki a bűnt cselekszi, bűn, hamartia, vétek, tévedés vagy hiba, a törvény megszegése, aki bűnt cselekszik, az ördögből van. Honnan tudjuk, hogy a bűn az törvénytelenség? Úgyhogy le van írva 1 Jahukanon 3-4, aki bűnt cselekszi, az törvénytelenséget cselekszik, a bűn pedig törvénytelenség. Anomia. Törvénytelenség, törvénysértés, törvényszegés. Törvénytelen cselekedet. Törvénytelen. Nincs alárendelve a mózesi törvénynek. Ez az, amiről beszél itt. Akkor nézzük meg így. Aki nincs alárendelve a mózesi törvénynek, az ördögből van. Mert az ördög kezdettől fogva nem volt alárendelve a mózesi törvény. Úgyhogy mindazok, akik azt mondják, hogy a Tora már nem fontos, azoknak ezekkel a versekkel szembe kell néznie, és valamilyen formában meg kell tudni magyarázni, és mindent nem lehet megmagyarázni azzal, hogy kegyelem alatt vagyunk, vagy pedig azzal, hogy ez a része nem, de az a része igen, vagy az a része nem, ez a része meg igen. Ugyanez az, amit Satán csinált a kezdettől fogva. Meg fogjuk ezt nézni. Azért jelent meg Elohimnek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hogy Satán, a vádló, rágalmazó, Satán egyik neve, hogy Satán munkáit lerontsa. Hogy megmutassa, hogy hogyan kell szeretetből és hittel járni az utat, melyet Jahua, az atya, az ő szavával, a Torával kijelölt az emberiségnek, az ő fiainak. Ugyanis aki igazságot cselekszik, az lesz az ő fia, hiszen aki bűn cselekszik, az az ördöggel van, és az az ördögnek a fia. Senki sem cselekszik bűnt, aki Elohimtől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Elohimtől született. Hogy lehet ezt nem érteni úgy, mint amit jelent? Aki megszegi Jahua toráját, az mind az ellenségtől van. Teljesen mindegy, hogy így, kicsit, nagyon, így, úgy, amúgy, mindegy. Aki bűn cselekszik, az nem lehet Elohimtől. Erről ismerhetők meg Elohim gyermekei, és az ördög gyermekei, aki igazságot nem cselekszik, az egy sem Elohimtől való. És az, aki nem szereti az ő atyafiát. Összefoglalja azt a kettőt, amit már ezerszer megnéztünk, aki igazságot nem cselekszik, az egy sem Elohimtől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyafiát. Az első, amit mond, aki igazságot nem cselekszik, ez szeresd Jahuát, a te hatalmasságodat, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, ez az első nagy parancsolat, és a másik az olyan, mint ez, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ezen függ az egész törvény és a proféták. Erről beszél itt. Mint ahogy mindenki más. Teljesen mindegy, bárhol kinyithatja valaki a könyvet, akárhol szeretné, mindig mindenki ugyanezt fogja mondani. Azért, mert ők értik az üzenetet. Tudják, hogy aki nem a Tora szerinti életet folytatja, teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből, szeretetből és hittel, Ruach HaKodes vezetésével, az nem az atyától való. Ez ennyire egyszerű, és ez az, amiről beszél Jókon. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Ezt jelenti a Tora és a proféták. Erről beszélt Jahusha HaMashiach. Hogy a kezdettől fogva ugyanaz az üzenet. Végig is, mindig is ez volt. Ugyanez, hogy szeressük egymást, mert ezt jelenti az, hogy az ember megtartja a parancsolatokat. Egyébként ugyanezt mondja Matityahu 7-es fejezetben a 12-es vers, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal,
mert ez a törvény és a proféták. Mi az, ami nem világos ebbe? Szeress fele barátodat, mint te magadat. Ez a törvény. Nomos és a proféták profetész. Magyarul a tanák. Szeress fele barátodat, mint te magadat, és szeress Jahuát, a te hatalmasságodat. És utána azzal folytatja, hogy menjetek be a szoros kapu, mert tágas az a kapu, és széles az az út, mely veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, és szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Az az út, ami a veszedelemre visz, az tágas, és egy széles kapu van rajta, és az emberek már azon járnak, a keskeny út és a szoros kapu, ezt keresgetik az emberek. És kevesen fogják megtalálni, míg a másikon jár mindenki. És ez Jahusá másiák szava. Ugyanarról beszél, amiről Jahukana. Mert ez az üzenet, mely kezdettől fogva volt, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Hain, Satántól vala, és meggyilkolá az ő testvérét, és miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvérei pedig igazak. Ugyanúgy, ahogy ma. Az, aki a Tora szerint életet választotta, aki így akar járni, azt minden oldalról az emberek támadják. Az előbb a csúfolkodóról beszélt, most arról beszél, hogy ne csodálkozzatok, atyám fiai 13, ha gyűlöltiteket a világ, mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait, aki nem szereti az atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, nem úgy, mint Káin, hogy ő, Jahusá másják, az ő életet adta értünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni az életünket a mi atyánk fiáért. Fiacskáink, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Nagyszerű, hogyha mondom, bárhol az ember kinyitja, mindig ugyanoda lyukadunk ki. Az pedig az, hogy egy út van, és azt Abba Jahuah kijelölte az ő szavával, ami az ő horája, és minden igaz ember ezen fog járni szeretetből, hitből, teljes előbedobással. Erről szól a könyv, és ez az üzenete. Ez volt a különbség Káin és Habel között. Azért ölte meg Káin a testvérét, mert Káin cselekedetei gonoszak valának, de még megmutatnám, hogy a Jahukanan 3.19. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, ez Jahusá másiák szava, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak valának, mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek, ez az, amiért utálja a világot horát, aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Elohim szerint való cselekedetek. Mindaz, aki úgy él, annak teljesen mindegy, hiszen Jahuah vele van. Az, aki a Tora szerint él, szeretetben, hitben, teljes erőbedobással, ő az, aki a hegyre épített város, amit nem lehet elrejteni, ő az a gyertya, amit nem lehet letakarni, és az élet sója, ami az egésznek értelmet ad, hiszen ez egy másfajta ember a világon, és megjeleníti az atyát itt. Ez az ember feladata. Következő Káinnal kapcsolatban, és ez az utolsó, mielőtt rátérünk a valódi Káin történetre, ez pedig Abri zsidókhoz 11-es fejezet, amit valószínűleg mindenki, legalábbis remélhetőleg nagyszerűen ismer, de hogyha nem, akkor majd most megismeri. A hit pedig a remélet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Ez martyreo, úgy, mint valaki tanúságot tesz. A mártír az tanúságot tesz valamiről, amiért ő feláldozza magát. Innen ered a szó mártír. Tanúskodik, tanú bizonyságot tesz, vagy bizonyít valamit.
Hit által értjük meg, hogy a világ Elohim beszéde által teremtetett, hogy ami látható, az a láthatatlanból állott elő. De ami minket érint, az a négyes versben van. Hit által, hit pisztész, vit Habel, becsesebb áldozatot Elohimnek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy ő igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Elohim, és azáltal még holta után is beszél. Így lesz az ember egy mártír. Ezért mondja, hogy jó bizonyságot szerez a mártír. Innen jön a kifejezés, hogy még a holta után is tanúskodik arról, hogy a világ cselekedetei gonoszak, ő viszont igaz volt, mert úgy élt, ahogyan Jahua azt akarta. Így lesz valaki mártír, hogy a cselekedeteivel bizonyítja azt, hogy az ő szíve hol van. Az, hogy ki mit beszél, az másodlagos. Az ember cselekedetei azok, amik elárulják, hogy a szíve hol van, és Káin tanúbizonyságot tett arról, azzal, ahogyan cselekedett, ugyanúgy, ahogy Habel tanúbizonyságot tett róla. És bizonyságot nyert, hogy ő igaz, cadik, vagy jesár, egyenes, igaz. Bizonyságot tesz az ő ajándékairól. Az, ahogyan élt, ahogyan Jahua elé járult, az tesz róla bizonyságot, hogy ő milyen ember volt. És ennek az embernek a tette örökké él, hiszen Jahua vele van, és ő Jahuát reprezentálja ezen a világon. És a hit volt a különbség Habel és Kain között, ezért ölte meg Kain a testvérét, hiszen ő benne egy másik mag volt, ami Satán magja. Ezért történt a probléma. De nézzük meg, hogy mi az, amit ír Jubileumok könyve erről a történetről. Ez Jubileumok könyve, és akit érdekel ez a négyes fejezet, és azt hiszem az egész négyes fejezet erről szól. Ezt csak elolvasom, mint egy háttértörténet és érdekesség azok számára, akiket érdekel. Ha valaki nem fogadja el Jubileumok és Jásár könyvét, halleluja! Teljesen mindegy nekem, attól függetlenül még én el fogom olvasni. Nézzük! És a második jubileum harmadik évhetében, ugye a jubileum az 50 év, 49 év, bocsánat, 7x7 év. A második év 7, azt jelenti, vagy a harmadik, bocsánat, hogy a harmadik 7 év. Ugye lemegy 7 év, lemegy még 7 év, és a harmadik 7 évben született Havana Kain, és a negyedikben született Habel, azaz valamennyi évvel később, és az ötödikben született egy lánya, Awan. Szóval, aki azt kérdezgeti, hogy jaj, hogyan lett két férfiből aztán az egész emberiség, így, hogy született neki lánya is, csak azt nem sorolja fel a kánon. És a harmadik jubileum első évében Kain meggyilkolta Abelt, mert Elohim elfogadta Habel áldozatát, de nem fogadta el Kainét. És megölte őt a mezőn, és vére felkiáltott a földről a mennybe, Semaimba, panaszt emelt, mert Kain meggyilkolta őt. Ez az, amire utal, mikor azt mondja, hogy hit által vitt Abel becsesebb áldozatot Elohimnek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy ő igaz, vagy szadík, úgy, mint Habel, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Elohim. És azáltal még holta után is beszél. Erre gondol itt, mikor azt mondja, hogy holta után is beszél. Panaszt emelt, mert Kain meggyilkolta őt, és a vére volt az, ami felkiáltott a földről a mennybe. És Jahua megbüntette Kaint, Habel miatt, mert megölte őt, és üldözötté tette őt a földön testvérének vére miatt, és megátkozta őt a földön. És emiatt iratott meg a mennyei táblákon, átkozott az, aki álnok módon kezet emel fele barátjára, és mindazok, akik látják és hallják ezt, mondják, amén, vagy úgy legyen, és az ember, aki látja és hallja, de nem vallja ezt meg, legyen maga is átkozott. Ez egyébként nem egy újdonság, nagyon gyorsan megmutatom, ha jól emlékszem, ez Vaikra 5. Ha azzal vétkezik valaki, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, ugyanaz a bizonyság tanúság, mint amilyen volt az a Martyros, ami volt Habel,
Ha bizonyság lehetne valaki, azaz elmondhatná, hogy mi történt, úgy, mint bizonyíték vagy tanú, hogy azt látta vagy tudja, de nem jelenti azt meg, hordozza az ő vétségének terhét. Magyarul ő is bűnössé válik, és ez ájon, úgy, mint bűnösség, a yin, vav és egy nun. Ez úgy, mint a szem, a biztosíték, illetve az élet. Tehát ez a Torában sem idegen, amiről itt beszél Jubileum a könyve. De nézzük tovább. És ez abból kifolyólag, mikor megjelentünk Yahuwah, a mi Elohimunk előtt, ez ugye a Malakim, aki írja ezt. Megjelentünk előtte minden megjelentünk, bocsánat, előtte minden elkövetett bűnt, ami a Samaimban, a mennyben és a földön el lett követve. Ugyanúgy a Malakimnak megvan a maga szabályrendszere, és az embereknek megvan a saját maguk szabályrendszere. És egymásról tanúbizonyságot tesznek a spirituális birodalomban, és rólunk. És a végén ez az, amikor azt mondja a jelenések könyve, hogy könyvek nyitatnak meg, és egy másik könyv is megnyitatik, az életkönyve, és megítéltetnek a halottak a cselekedeteik szerint. Ez az, amiről beszél. Így irattatik meg mindenkinek a cselekedete. Akár a mennyben, akár a földön, akár világosságban, akár sötétségben, vagy bárhol is. És Ádám és felesége gyászolták Ábelt 4 év hétig, azaz 28 évig, és az 5. év hét 4. évében megvidámodtak, és Ádám ismeri újra, Ádám ismeri újra az ő feleségét, aki szült neki fiat, Ádám pedig nevezte őt Sétnek, mert így szólt, Elohim támasztott új magot nekünk a földön, ha belhelyett, mert megölte Káin őt. Ezután lánya született, Azurra. Káin elvette az ő húgát, Avant, feleségül, aki szüle neki Hanokot, ugyanúgy Énok, csak ez egy másik karakter, a 4. jubileum lezárultakor. Az 5. jubileum első évhetének első évében házak épültek a földön, és Káin épített egy várost, és nevezi nevét az ő fia után Hanoknak. A továbbiakban még ki lehetne deríteni, hogy Káinnak mi a sorsa, de nem akarok túl sokat keresgélni itt. Ezt már el nem néztem meg, de egyébként, ha jól emlékszem, akkor Lamek az, aki megöli Káint. Ja, bocsánat, érdekes módon nem. Ez a 31-es ugyanítés. Ennek a jubileumnak lezárult, akkor Káin is meghalt ő utána, abban az évben, akiről beszél itt az Ádám meghalt, fiai eltemették, majdnem 1000 éves volt, 930, és ennek a jubileumnak lezárult, akkor Káin is meghalt ő utána abban az évben, mert a háza rádőlt, és meghalt az ő házának közepette, és megöletett a ház köveitől, mert egy kővel ölte meg Habelt, és kő által halt meg ő is igazságos ítéletben. Ezért el lett rendelve a mennyei táblákon, amely eszközzel egy ember megöli embertársát, azzal kell meghalnia, amilyen módon megsebesítette, olyan módon bánjanak vele is. De a ti véreteket, amelyben van a ti életetek, számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atya fiától számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Elohim a maga képére teremtette az embert. Ez nem idegen a kánonból sem, és az sem idegen, hogy ahogyan az ember valakit megsebez, úgy büntessék meg őt, ez ugyanis Semot 21. Ha veszedelem történik, ugye erről ez nem idevaló, de szemet szemért, fogad fogért, kezet kézét, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért. Ez, amiről ír Jubileumok könyve, ugye a mennyei táblákon ez iratott meg. Ez lett a Tora, később összeállt, ahogyan az emberek élték az életüket, és a problémák jelentkeztek, így alakult ez folyamatosan. Ugyanis, ahogy az ember egyre gonoszabb lett, úgy egyre inkább Jahuának szabályozni kellett az életet. De nézzük meg, hogy mi az, amit Jásár könyve ír Habel és Káin történetéről.
Jásár könyve. Egyből ezzel kezdődik. Az első fejezet 13-as szakasztól. És az asszony az első szülöttnek a Káin nevet adta, mondva kaptam egy férfit Jahuától. A másikat pedig Habelnek nevezte, mert mondta, hiába valóságban jöttünk a földre, hiába valóságban kell elhagynunk is azt. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a két név. Ez ugye maga a történet, ez Bereshit, vagy Bereshit 4-es fejezet, és itt lehet megtalálni Káin és Habel nevét. Káin, ugye azt írják itt, hogy kovácsot jelent Káin. A három karakterből áll Káin neve, Kuf, Jod és a Nun. A Kuf az a körforgása a dolgoknak, fényerő volt szó. A Jod az cselekedetek, az ember egy kar, és a Nun pedig maga az élet, munka, munkásság egyébként a jod. Nem is tudom, hogy lehetne ezt a hármat összeolvasni, de azok alapján, amit mond itt Háin nevéről, hogy kapott egy férfit Jahuától, lehetséges, hogyha az időt, vagy ezt a körpályát, vagy a körforgását a dolgoknak, ezt a kufot, illetve a nunt, mint élet, hogy az élet körforgása és annak a cselekedetei, vagy munkássága, talán valami ilyesmi lehet, vagy pedig az idő munkássága az életben. Nem tudom pontosan, én eddig jutottam ezzel. Habel valamivel egyszerűbb, és megmutatom, hogy Habel, igen, Ábel, bocsánat, Habel, ugye kinyilatkoztatás, úgy, mint a hey, bet, mint ház, és lamed pedig, mint tanítás. Úgyhogy Habel az a, vagy vezető, a vezető kinyilatkoztatásának háza, vagy pedig a kinyilatkoztatás a vezetőben, ugyanis a bet jelenti azt is, hogy valami ben, benne. De lehetséges az is, hogy a tanítás kinyilatkoztatásának háza, amit szeretne mindenki eldönt, hogy mi az, ami számára a legszimpatikusabb. De nézzük meg akkor valóban Jásár könyvét. 14-es. És a fiúk felnőttek, és apjuk adott nekik birtokot a földön. Káin földművelő volt, Hábel pedig juhok pásztora volt. És lett évek múltával, hogy közelítő felajánlást hoztak Jahuának, magyarul áldozatot. Káin a föld gyümölcséből hozott, Habel pedig juhainak első szülöttjeiből, azok kövérjéből. És Elohim Habelhez és az ajándékához fordult, és tűz jött le Jahuától az égből, és felemésztette azt. És Káinhoz és ajándékához nem fordult Jahua, nem hajlott felé, mert silányabb gyümölcsöket hozta a földről Jahua elé, és Káin emiatt féltékeny volt testvére Habel ellen, ezért ürügyet keresett, hogy megölje őt. Valamennyivel többet megtudhatunk innen, mint ami kiderül a kánonból, ami rendelkezésre áll, de szerintem onnan is egyértelmű az, hogy a két karakter másképpen gondolkozott. Habel járta Jahua útját, ez az, amire utal egyébként Zsidókhoz 11-es fejezet is, hogy Habel igaz volt, és ezért gyűlölte őt Káin, hiszen Habel azt csinálta, amit Jahua akart, hogy csináljon, ezért fogadta őt el. Káin pedig a saját útját járta, hiszen ő valami gyümölcsöket vitt oda Jahuán. Miközben állatáldozat már volt a kerttől fogva, ugyanis a bőrruhákat valamiből meg kellett csinálni Ádámnak és Hávának. De nézzük tovább. És bizonyos idő után Káin és testvére Habel kimentek egy nap a földre munkájukat végezni, és mindketten a szántóföldön voltak. Káin művelte és szántotta földjét, Habel pedig etette nyáját. És a nyáj átment a földnek azon részén, amin Káin szántotta a talajt, ami Káint rettentően megbántotta. Káin haraggal közeledett Habel testvére felé, és mondta neki, mi közünk egymáshoz, hogy te ide jössz lakni, és a földemre hozod legeltetni nyájad.
Abel válaszolt testvérének Kainnak és mondta, mi közünk egymáshoz, hogy te megeszed a nyáj húsát, és magadra öltöd azok gyapját. Láthatjuk azt, hogy azért volt valami közös a kettejük között valamiféle kapcsolat, hiszen ebből az derül ki, hogy Kain valamilyen módon azért használta azt, amit Abel termelt, tehát azért csak ette és feldolgozta, viszont ő egy másfajta munkát választott ezek szerint. És Habel, és most azért 20-as, vedd le birkáim gyapjúját, amit magadra öltöttél, és fizess meg nekem azok gyümölcséért és húsáért, amit megettél, és amikor ezt majd megteszed, én elhagyom földedet, ahogy mondtad. És Káin mond a testvérnek, Abelnek bizony, ha megöllek ezen a napon, kikéri számon véred tőlem. És Habel válaszolt Káinnak, mondta, bizony, Elohim, aki teremtett bennünket a földön, megtorolja majd ügyemet, és számon kéri majd véremet tőled, amennyiben levágsz, mert Jahua a bíró és a döntéshozó, és ő az, aki számon kéri az embert gonoszságáért, és a bűnös embert gonoszsága szerint, amit tett a földön. Ez viszont már teljes mértékben összhangban van azzal, amiről beszél a kánon. Ez Jelenések könyve 20-as fejezet. 11. És látik egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülött, kinek tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és helyük nem találtatik, és látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani Elohim előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy másik könyv is nyittaték meg, mely az életkönyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Pontosan úgy, ahogyan az jubileumok könyvéből és Jásár könyvéből kiderül. Kiadá a tenger a halottakat, a halál és a pokol is kiadta, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. Úgyhogy ez az a nap, amire mindenkinek készülnie kell, és ez az, amiről beszél Habel, ő már akkor is hit, úgy, ahogyan azt megtudhatjuk zsidókhoz, amikor ugye elmagyarázta azt, hogy Habel hit, és így az ő bizonyság volt Háin ellen. De nézzük tovább Jásár könyvéhez. És most, ha meg kell, hogy ő itt, Elohim bizonyára ismeri a titkos nézeteit, így el fog ítélni azért a gonoszságért, amit ezen a napon kijelentettél, hogy megteszel velem. Habel hit! Így őt nem érdekelte, hogy mi az, ami történik vele, hiszen ő csak egyszerűen élte az igaz életet, Jahua torája szerint, és az ő ítéleteivel, illetve az ő rendelkezéseivel összhangban, és tudta, hogy majd Jahua ezt el fogja rendezni, és mikor Káin meghallott a testvérének Abelnek kimondott szavait, Káin haragra fellobbant testvére ellen, Habel ellen, mert kimondta ezt a dolgot. Nem fogjuk nézni majd, hogy a kánonban hogy zajlik el az esemény, csak ezt meg akartam mutatni előtte, hogy mindenki lássa, hogy mi az, amit ezek az írások elmondanak erről. Most valaki vagy elfogadja, vagy nem. A lényeg az, hogy elolvassuk, és mindenki eldönti. És Káin sietve felkelt, magához vett egy szántáshoz használt eszköz vasrészét, amivel hirtelen agyonütött a testvérét, és megölte őt, és Káin kilocsantotta a testvére Habel vérét a földre, és Habel vére a nyáj előtt folyt a földön. Ugye itt már mást olvashatunk, ami van a kánonban, ugyanis ott kőről beszél, sőt, jubileumok könyve is kőről beszél, itt vasról beszél. 26. És Káinnak ezután bűntudata volt, hogy megölte testvérét, elszomorodott és sírt fölötte, és ez nagyon bosszantotta. Káin felkelt, az ásott a mezőn egy gödröt, amiben beletette testvére testét, és beborította porral. És Jahua tudta, mit tett Káin testvérével, és Jahua megjelent Káinnak, és mondta neki, hol van Habel, testvéred, aki veled volt? Káin pedig alakoskodott, azaz hazudott, és mondta, nem tudom, talán testvérem őre vagyok? És Jahua mondta neki, mit tettél? Testvéred vérének hangja kiáltott hozzám a földről, ahol te levágtad őt. Mert megölted testvéredet, és eltitkoltad előttem, és azt képzelted szívedben, hogy nem láttalak, sem nem ismertem minden tetteidet. De ezt tetted, és megölted testvéredet a semmiért, azért, mert igazat szólotta neked,
És azért most átkozott légy a földtől, ami megnyitott a száját, hogy befogadja kezedből a testvéred vérét, és amibe eltemetted ő. Érdemes arra is emlékezni, hogy Jahua az embert a földből teremtette, így az ember vére, mikor visszafolyik a földbe, valamilyen formában visszakerül abba, ahonnan vétetett tulajdonképpen. És lesz, amikor műveled azt, nem adja többet az ő erejét, mint kezdetben, mert tüskék és bogáncsok fognak teremni a földön, és költözni és vándorolni fogsz a földön halálod napján. És abban az időben Káin kiment Jahua jelenlétéből, arról a helyről, ahol volt, és minden hozzátartozójával együtt ment és vándorolt a földön, az Édentől keletre felé. Azokban a napokban ismerte Káin feleségét, aki megfogant és szült, akit Hanoknak vagy Énoknak neveztek el, mondva, hogy a Hua abban az időben kezdett el békét és nyugalmat adni neki a föld. És abban az időben Káin elkezdett felépíteni egy várost, felépítette a várost, és a fia után Énoknak nevezte el, mert Jahua ezekre az időkre békét adott neki a földön, és nem költözött és vándorolt már, mint kezdetben. És született Énoktól Irád, és nem Zé, meg Huájelt, és meg Huájel, nem Zé, meg Túásselt. És ez volt Káin története a Jásár könyvében. Még hogyha gyorsan megtalálom, akkor megpróbálom megkeresni azt, hogy hogyan is halt meg itt Káin, és Lámek öreg volt, és előre haladott korú, és szemei elhomályosodtak, úgy, hogy már nem látott, és Tubal Káin, az ő fia vezette őt, és történt egyik nap, hogy a mezőre ment, és Tubal Káin, az ő fia vele volt, és miközben sétáltak a mezőn, Káin, Ádám fia haladt feléjük, mivel Lámek nagyon öreg volt, és nem sokat látott, és Tubal Káin fia nagyon fiatal volt, és Tubal Káin azt mondta apjának, hogy feszítse ki az íját, és nyilaival eltalálta Káint, aki még messze volt tőlük, és megölte őt, mert úgy jelent meg előtte, mintha állat lenne. A nyilak behatoltak Káin testébe, habár ő távol volt tőlük, a földre esett és meghalt. És Jahua visszafizette Káin gonoszságát, bűne szerint, ahogy ő tett testvérével Habellel, Jahua szava szerint, amelyet szól. És lehet, hogy amikor Káin meghalt, Lámek és Tubál ment, hogy megnézze az állatot, melyet megöltek, és látták, hogy íme Káin, az ő nagyapjuk az, aki holtan esett össze. Lamek elszomorodott, hogy ez történt, összecsapta kezeit, leütötte fiát, és a halálát okozta. Magyarul Lamek megölte Káint, utána pedig véletlenül megölte Tubal Káint. Lamek feleségei meghallották, mit tett Lamek, és arra törekedtek, hogy megöljék. És Lamek feleségei gyűlölték őt attól a naptól fogva, mert megölte Káint és Tubal Káint, és Lamek feleségei elkülönültek tőle, és nem hallgattak rá azokban a napokban. Végigolvassuk, mert egyébként ez az, amit a kánon támogat ez a történet, de megmutatom, hogy Lamek volt az, aki pontosan ezt mondta, amit itt. Ez 4 Mózes Berasít, Lamek pedig vett magának 2 feleséget, az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Cilla, ugyanúgy, ahogy majd ott meglátjuk, és szüle Hádajábát, ez volt az atyuk, a sátorban lakóknak és a barompásztoroknak, az atya fiának pedig Jubával a neve, ez volt atya minden lantosnak és síposnak. Cilla szülte Tubálkáint, mindenféle rész vagy szerszámok kovácsolóját, és Tubálkáin húgát Nahámát. Akkor mond a Lámek az ő feleségeinek. Mikor? Most néztük meg, hogy mikor. Erről beszél itt Jubileumok könyve. Lámek, ugye gyűlölték a feleségei, Lámek elment 34 asszonyaihoz, és szorongatta őket, hogy hallgassák meg őt ebben a dologban. Azaz el akart nekik mondani valamit. Mit mondott? Ez ugye már a kánon. Akkor mondta Lámek az ő feleségeinek, ó Háda és Cilla, hallgassatok szomra, Lámek feleségei, halljátok beszédeimet. Embert öltem, mert megsebzett, ez ugye Káin, ifjat öltem, mert megütött. Ez pedig Tubal Káin, akit véletlenül ugye megölt Jásár szerint. Ha 7-szeres bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Ugye ő 2 embert megölt, így a bosszú ugye 77-szeres volt Lámekért.
Nem mondom, hogy ez vagy az igaz, így vagy úgy. Nézzük, hogy mit mond itt Jásár könyvében, és ezt mondta az asszonyok, Ada és Cilla, hallgassatok hangomra, a lámek feleségei, figyeljetek szavamra, mert most azt képzelitek és mondjátok, embert öltem, halálra sebezve őt, és egy gyermeket megütve őt. Holott nem követtek el ellenem erőszakot, de jól tudjátok, vén vagyok, őszhajú, szemeim elhomályosodtak karomnál fogva, s mindezt tudtomon kívül véletlen folytán tettem. És Lámek feleségei hallgattak rá, visszatértek hozzá, apjuk Hadám tanácsára, de nem szültek gyermekeket neki attól fogva, tudván, hogy Elohim haragja fokozódott azokban a napokban az emberek fiai ellen, hogy elpusztítsa őket vízözönnel az ő gonosz dolgaik miatt. Ez Jásár krónikája ugyanerről a történetről. Láthatjuk azt, hogy Lámek azt mondta a feleségeinek, hogy ők azt mondják, hogy embert ölt, úgyhogy megsebezte, és ifjat ölt úgy, hogy ugye véletlenül megütötte, azonban ez az egész az ő tudtán kívül történt, hiszen ő nem szándékosan tette ezt. Azután ismeri Adám az ő feleségét Hávát, aki fogad vala méhében, és szüli vala Kaint, és mondta, nyertem férfiat Jahuától. Lehetséges, hogy inkább itt kellene keresni a megoldást arra, hogy mit is jelent ez a Kuf Jod és Nun, úgy mint hogy Kain, hogy nyert egy férfit Jahuától, hogy ez az élet, illetve ez a körforgás és annak a cselekedetei az, hogy ő megkapta ezt. Valami ilyesmi lehet, de nézzük tovább. És ismét szülé annak atya fiát, Habelt. Habel, ugye erről beszéltünk, ez egy egyszerűbb dolog, és Abel a jó pásztoralőn, Kain pedig egy földművelő ember volt. Mutatok valamit, egy érdekességet, amit szerintem érdemes megfontolni. Ugye Kain egy földművelő volt, aki később ugye bűnösként jelent meg. Ez Bereshit második fejezet, és formálta vala Jahua az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, így lőn az ember élő lélekké. És ültete Jahua Elohim egy kertet az Édenben, napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált vala. És nevele Jahua, Elohim a földből mindenféle fát, tekintete kedvest, eledere jót, az életfáját is a kertnek közepette, a jó és a gonosz tudásának fáját. 15. És vevé Jahua az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Magyarul az ember szintén, ez egyébként abád, úgy mint művelni, és sem már őrizni. Ez volt az ember feladata. Kain pedig földművelő volt, ami abád, úgy mint dolgozni, vagy munkát végezni. Ugyanúgy, ahogy Ha-Adám, az apja. Habel is vive az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. Bocsánat, lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive Jahuának a föld gyümölcséből, és Habel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte Jahua Haber és az ő ajándékára. Ez ajándék, de egyébként adó, fizetség, tartozás, elismerés vagy tisztelet, felajánlás vagy pedig áldozat. Ugyanúgy, ahogy Kain, ugyanúgy Habel szintén vitt neki áldozatot, azonban Jahua Ábelére tekintett és nem Kainéra. Valószínűleg azért, mert Habelé azoknak kövérségéből volt, ez a kövér egyébként cheleb, úgy mint zsíros rész, a legjava valaminek. Ez az, amit ő vitt. Kain viszont, ahogy olvastuk korábban a két másik krónikában, nem feltétlenül a legjobbat vitte, de ez egyébként innen is kiderül. Ötös, Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, miért is Kain haragra gerjede, és fejét lecsüggeszti. Ez a haragra gerjede, ez hará, úgy mint ég, vagy fellángol, vagy fellobban, mint valaki, aki lelkes, lelkesedéssel csinál valamit, vagy dühös, vagy mérges lesz. Szóval haragra gerjed. A Gesenius azt írja, hogy haragot felkelt, vagy felgerjeszti a haragot, fellángol egyébként, szó szerint azt jelenti, hogy fellángolt Kain. És a fejét, ez panim, úgy mint valakinek az arca, vagy a feje,
Ezt lecsüggesztette, ez pedig napál, mint ami leesik, vagy beleesik valamibe, vagy pedig esik valami, hullik. De hogyha térdre borul, földre borul, az szintén ez a kifejezés. Hullik, elesik, lebukik. Azaz Káin mérges lett, dühös lett Ábelre, és ugyanakkor ez a csüggedés lett úrrá rajta. 1 Mózes 3. A probléma, ami kialakult itt, az ugye a párbeszéd miatt volt. Ezt olvastuk Jásár és Jubileumok könyvében. Ez a vers az, amikor kialakul a probléma a párbeszédet követően. És ez úgy jelentkezik, hogy haragra gerjedt Káin, és lecsüggesztette a fejét. Mondd a Jahu a Káinnak, miért gerjedtél haragra? Hará, és a harag pedig hará, azaz hará, hará. És miért csüggesztéd le a fejed? Miért búslakodsz, és ugyanakkor miért vagy dühös? Ez talán a legfontosabb része az egésznek, ahogyan Káinon elhatalmasodik ez az érzés, ahogyan nem képes legyőzni magát a bűnt, ahogyan az bekúszik az életébe, és nem képes ellenállni. Nézzük, hogy mi az, amit Jahu tanácsol, mert talán ez a legfontosabb közes távol, ami Bárásítban elhangzik tanács Jahuától az emberhez, és ezt mindenkinek érdemes megjegyeznie olyannyira, hogy lehet, hogy érdemes kiírnia azt magának a falra, ugyanis ez egy közvetlen utasítás Jahuától arra nézve, hogy hogyan lehet ezt leküzdeni. Miért csüggeszted le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Az ellentéte annak, amikor valaki lecsüggeszti a fejét, ez se-ét, úgy mint méltóság, rang vagy tisztesség, vagy pedig felemelés vagy felmagasztalás, de vaikra, amikor a lepráról beszéltünk, akkor ez egy dudor vagy duzzadás. Azaz olyan, mint a büszkeség, ahogy felemelkedik, ahogy felfúvalkodik az ember pozitív értelemben, mint büszke, hogy felemelheti az ember, hogyha jól cselekszel, ugye maga ez yethab, úgy mintha örül, boldog, jónak lesz, jó lesz. Ha így cselekszel, ez egy szó, a jól cselekszel, yethab, jónak lenni, jól cselekedni, jónak tűnni, jónak látszani, akkor emelt fővel járhatsz, akkor olyan lehetsz, akkor méltóságot, tisztességed, ha pedig nem jól cselekszel, ez szintén yethab, de annak az ellentéte, ugye nem jól cselekszel, ugye annak a tagadása. A bűn, hatá, úgy mint egy bűnös állapot, vagy a megszegése, vagy az elvétése a célnak, az, hogy hiányt szenvedsz, vagy elhibázza az ember, vagy vétket követel, bűnös, felelős valamiért. Ha nem jól cselekszel, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik, rabát, ott van, ott elnyújtózik, kinyúlik ott, fekszik, ott tanyázik, ott van állandóan az ajtód előtt. És rád van vágyódása, tesuka, vágyakozás, epekedés. A bűn várja, hogy az ember hibázzon. És ez az egyetlen dolog, amit Satán és az a csapat szeretne a bűn által, hogy az ott várja az ajtó előtt, hogy az ember belelépjen. Ha nem jól cselekszel, a bűn ott vár az ajtó előtt, de te uralkodjál rajta. Azonban te leszel az, aki masál, úgy, mint uralkodik, vagy hatalmat gyakorol felette. Uralmat gyakorol, vagy pedig hatalma van valami felett. És ez Jahua utasítása Káinnak, még mielőtt bármi történt volna, még mielőtt bármi történne, Jahua figyelmeztette Káint, hogy ha jól cselekszel, akkor mi a probléma? Miért haragszol rá? Miért vagy dühös rá? Miért csüggeszted le a fejed? Ha jól csináltad, akkor emelfővel járhatnál, de ha nem, akkor a bűn ott fog rád várni az ajtó előtt, és utánad fog vágyakozni, de te uralkodni fogsz rajta. Nézzük meg 1 Mózes 3, 16-os fejezetet. Az asszonynak mond a felette, igen, megsokasítom viselőségét, fájdalmait, fájdalommal szűrsz magzatokat, és epekedel, tesuka, vágyakozás, epekedés, a te férjed,
is, után, ő pedig Mashal uralkodik te rajtad. Ugyanúgy, ahogyan a bűn az ajtó előtt epekedik az ember után, és az ember uralkodik rajta, a férj után epekedik Tshuka, az isá, a nő, és a férj az, aki isá, a férj, Mashal uralkodik rajta. Párhuzamba hozván a két fejezetet. De nézzük, hogy hogyan halad tovább Káin ebből. Ezért mondom azt, hogy 4 Mózes 7 lehet, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit mindannyiunknak meg kellene jegyezni. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ugyanúgy, ahogy amennyiben a feleség és a férj beteljesíti az ő szerepét, vagy szerepkörét, akkor egy harmonikus kapcsolat alakul ki, és eljutnak Jahuához, ha viszont nem, akkor ez az epekedés ilyen vagy olyan irányba el fogja a kapcsolatot tolni, hiszen a férfi, ha nem képes uralkodni rajta, ugyanúgy, ahogy a bűnön, akkor nem fog működni, ha pedig nincs meg, akkor szintén nem fog működni. Úgyhogy ez egy újabb példa arra, hogy Jahua milyen előrelátó természetesen, és miket dolgozott ki az ember számára, hogy próbálja őt a helyes útra ráterelni, és azon rajta tartani. Nézzük, mi történik ezután a 8-as versben. És Szós beszél vala Káin Habellel, az ő atya fiával. Ezt olvastuk Jásár könyvében, hogy mi az, amiről beszélgettek, vagy elfogadja valaki, vagy nem. Az tény, hogy beszéltek valamiről, azt nem tudjuk innen, hogy mi is az, amiről beszél. És lőn vala, hogy mikor a mezőn valának támadak Háin Haberre, az ő atya fiára, és megöli azt. Nem hallgatott Jahuára, nem tudott uralkodni magán, és ennek az lett a következménye, hogy bűnt követett el. Ugyanaz történt vele, ami történt az atyával és az anyjával. És látta az asszony, hogy jó a fa Elederre, test kívánsága, és kedves a szemnek, a szemek kívánsága, és kívánatos az a fa a bölcsességért, az élet kérkedése. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. Ez az, amikor az ember pár ugye bűnbe esett. Ugyanúgy, ahogy Káin, az ő fiuk, ugyanúgy az ember pár is megszegte Jahua utasítását, azt, amit adott neki Barasít, második fejezetben, mikor azt mondta neki, hogy parancsol a Jahua Elohim az embernek mondván a kert minden fájáról bátran egyél, figyelmeztette őket, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Ugyanúgy, ahogy figyelmeztettek Káint, Káin se hallgatott rá, nem hallgatott rá, Ha-Adám sem. És mindegyiknek ugye meglett a következménye. Így van, és lőn, mikor mezőnvalának támad a Káin, és megölte. És mondta Jahua Káinnak, hol van Habel, a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom. Avagy őrzője vagyok-e én az atyám fiának? Ugyanúgy hazudott, és nem vállalt felelősséget a tettér, ahogyan az első emberpár sem vállalt felelősséget az ő tettér, Bereshit 3. fejezet 8-as versben. Ugye mondta, hogy hol van Habel? Meghallák Jahua Elohim szavát, aki hűves alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és a felesége Jahua elől a kert fái között. Szólítá ugyanis Jahua Elohim az embert, és mondta neki, hol vagy? Mit mondott Káinnak? Hol van Habel, a te atyád fia? Mit cselekedtél? Pontosan erről beszél itt nekik. Hol vagy? És mondta, szabadat halám a kertben és megfélemlén, mivel hogy mezítelen vagyok és elrejtezik. Pontosan, ami történt Káin esetében, ugyanaz fordult elő a szüleivel. De egyébként Ézsaiás 59, első második fejezet megmutatja, hogy mi ennek az oka. Íme nem oly rövid Jahu a keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Elohimetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Ez volt az oka,
hogy nem látta meg Adámot, illetve Háint, mert kezeiteket bemocskolvák vérrel, ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonosz suttog. Nincs, aki az igazság mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan perelne. Haszontalanban bíznak, hazugságot beszélnek, gonosz fogadnak, vétket szülnek. Ez az oka annak, hogy nem találta meg őket, és az, hogy nem látja, hogy mi történik velük. Majd meglátjuk azt is, hogy mi lesz a következménye Kainra nézve, és mi volt a következménye a szüleire nézve, de a helyzet fokozatosan romlik egyébként. Itt a büntetés Kainnak a 12-es versben, 10-estől, bocsánat, a te atyád fiának vére kiállt hozzám a földről. Erről szó volt, hogy a vér kiállt. Mostan azért átkozod légy a földön, rár, átkoz valakit, elátkoz, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor te műveled, ne adja többé neked a termő erejét, bujdosó, vándor légy a földön. Ugyanúgy, ahogyan egy Mózes, Bereshit, 3. fejezetben a büntetés eljön Ádámra. Elmondja a kígyónak a büntetést, elmondja az asszonynak, és végül az embernek, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott a rár legyen a föld, Ádáma, te miattad, fáradtságos munkával él belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogáncskórót teremjen neked, és egyed a mezőnek füvé. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Büntetés hasonló. Ádám esetében még fáradtságos munkával ki lehet valamit hozni belőle, azonban Kainnak azt mondta, hogy mikor a földet műveled, ne adja többé neked termőerejét, bujdosó és vándorló leszel a földön. Azaz nem fog működni Kain számára a föld egyáltalán. Hiszen a helyzet romlott úgy, ahogyan Ádám és Havá bűnkövetette, Kain egy súlyosabb bűnbe esett. Akkor mondta Kain Jahuának, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Íme elűzöl engem ma a földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm. Bujdosó vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál rám, megöl engemet. S mondta neki Jahua, sőt inkább, aki megölik Kaint, 7-szerte megbüntettetik, és megbélyegzi Jahua Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. És elmének Kain Jahua színe elől, és letelepedik Nód földén, Édentől keletre. Magyarul Kain eltűnt Jahua színe elől, ez egyébként a színe elől, Panim, arc, ugyanaz az arc, ami lecsüggeszti Kain a fejét, ez Panim, úgy mint az arca. Eltűnt Jahua arca elől. Ábrázata, tekintete, valakinek a személye vagy jelenléte, de egyébként az arc, úgy mint utca front, vagy frontvonal egy csatában, az első része eltűnt Jahua színe elől azért, amit olvastunk Ézsaiás 59-es fejezetben, mikor azt mondja, hogy a vétkeitek választanak el Elohimtől, a bűneitek fedezték el orcáját, Panim, az ő arcát eltakarták, Szatár, bocsánat, elrejtőzik, rejtve van valami. A bűn miatt Hatá, illetve a vétkeitek Aion, vagy Aon, ez az, ami miatt Jahua már nem volt hajlandó Kaint elviselni. Így Kain örökre elvesztette Jahuával a kapcsolatot, hiszen nem hallgatott Jahua szavára. Ennek a következménye bűn lett, a bűn pedig ugye azzal jár, hogy az ember elkülönül Jahuát. És ahogyan kiküldte Kaint az ő jelenlétéből, ugyanúgy kiküldte Ádámot és Havát. Kiküldte őt Jahua Elohim Édennek kertjéből, hogy művelje a földet, ugyanúgy Abád művelni a földet, melyből vétetett vala, és kiűzi az embert és odahelyezteti az Éden kertjének keleti oldala felől a kerubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet
fájának útját. Ahogyan a bűn bekúszott az első ember pár életébe, ugyanúgy a bűn folytatta az utat a leszármazottaiban, pontosan úgy, ahogyan arra figyelmeztetett Jahua. Sem ott huszas, ne imádd és ne tisztározgat, mert én Jahua te Elohimed, féltőn szerető Elohim vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban a harmad és negyed ízéglen, akik engem gyűlölnek. Ha Adám azzal, amit cselekedett, az bizonyította, hogy ő gyűlöli Jahua, ugyanis aki szándékosan bűncselekszik úgy, hogy tudja az, az gyűlöli Jahuát, és ez volt az a bűn, Ajon, vagy Ajon, amit megbüntetett a fiakban harmad-negyed íziglen. Ez az a bűn, ami az ajtó előtt leselkedik az emberre, és ez az, amiről beszél, amikor azt mondja 4 Mózes 15-ös fejezetben, 30-as versben, de amely ember felemelt kézzel cselekszik, magyarul az az ember, aki szándékosan tesz valamit, akár a népből való, akár idegen, káromolja Jahuát, azért ki kell a népből zárni, megvetette Jahua szavát, áthágta a parancsait, az ilyet egészen ki kell írtani, viselje a bűnét. Ez az, ami történt Adám esetében, és ez az, ami történt Káin esetében, és ez elválasztja az embert Jahuától, úgyhogy ő elrejti az arcát, és amikor elrejti az arcát, onnantól kezdve az ember magára maradt a világban. És az egy olyan pozíció, amiben nem érdemes bekerülni. Úgyhogy ez a büszkeség és a lázadás Káin esetében a bűn így kúszott be az emberiség életébe, és folyamatosan így tartja azt uralma alatt. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!